Bartó Dóra képviselőasszonyt, az országgyűlés alelnökét illeti a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Az emberi szabadság és a nemzeti szuverenitás ellen indít újabb támadást a WHO a pandémia szerződés létrehozásával. A Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban elvárja a magyar kormánytól ennek a megakadályozását, illetve azt, hogy ezt kötelező érvénnyel Magyarországra is kiterjesszék. Bár az önök COVID-politikája élen járt az értelmetlen lezárásokban, és olyan oltásokkal zsarolták az embereket a munkájuk elvesztésével, amelyeket, hogyha nem vettek fel, akkor ez a sors várt rájuk. Ezekről aztán később kiderült, hogy Ursula von der Leyen SMS-ben bonyolította le ezeknek a beszerzését az Európai Bizottság vezetőjeként a globális gyógyszercégek vezetőivel. Tehát a kártérítésekről, az emberek kártérítéséről kellene szólnia most, már inkább a közbeszédnek, ehelyett az újabb hatáskör elvonást kell megakadályoznunk. A WHO már 2021-ben bejelentette ugyanis, hogy egy járványszerződést szeretnének elfogadtatni, és ennek a szövegezése már meg is kezdődött. Ebből világosan kiderül, és feketén-fehéren szerepel benne, hogy lesznek jogilag kötelező elemei a nemzetállamokra nézve. Nem is akár milyenek. Például ezt a szerződést kellene alkalmazni minden később felmerülő járvány esetén, sőt, ennek végrehajtását felügyelni fogja a WHO kifejezetten erre a célra létrehozott testülete. De még itt sem állnak meg, egyenesen jelentést kell adnia a magyar kormánynak a WHO felé azokról az emberekről, akik a WHO által javasolt megoldásokat kétségbe vonják, és itt kifejezetten nevesítik a vakcinákat is, tehát az államnak kvázi jelentenie kellene a WHO felé, hogy kik azok az állampolgárok, akik nem fogadják el az ő megoldási javaslataikat. A kérdésem az államtitkár úr, hogy hajlandó-e végre megvédeni a magyar embereket a globális nagytőke lobbiával szemben. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A válasz, mint említettem, Menzer Tamás államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Ezt a kérdést tette fel, hogy hagyja a kormány, hogy a WHO mondja meg, hogyan éljenek a magyarok, ugye ezt a kérdést fogalmazta meg. Válaszom az, hogy nem. A magyar kormány senkinek nem hagyja azt, hogy megmondja, hogy a magyar emberek hogyan éljenek, arról, hogy a magyar emberek hogyan élnek, mint azt korábban sokszor elmondtuk, kizárólag a magyar emberek dönthetnek, jöjjön elő ez a kérdés bármilyen területen. Itt természetesen egészségügyi vonatkozásra is igaz az, hogy senki nem kényszeríthet ránk semmit. Mi egészségügyi kérdésekben a magyar emberek, és legfőképpen a magyar orvosok és szakemberek vélemény alapján hozunk döntéseket. Na most az oltásokkal kapcsolatban azért annyit engedjen meg a tisztelt képviselő azt mondja, hogy az világos, hogy önök egy oltásellenes párt, ugye ezt nyilvánosságra hozták, reklámozták, propagálták, ezzel szemben mi oltáspártiak voltunk a koronavírus alatt, és azok vagyunk most is. Annyit hadd fűzzek ide, hogy azért legyenek óvatosak, mert oltásellenes Gyurcsány Ferenc vezetésvel a baloldal is, tehát hogy még a végén ott találják magukat Gyurcsány Ferenc mellett a derék jobbikos kollégáikkal egyetemben. Ez az út nem a siker receptje. Erre azért érdemes lenne odafigyelni. A zsarolásokkal kapcsolatban pedig hadd mondjam azt, hogy ezt tisztelettel vissza kell utasítanom, mi nem zsaroltunk senkit soha. Ez nem szokásunk. Mi a magyar orvosok és szakemberek döntése alapján hoztuk meg a döntéseinket a koronavírus elleni védekezés során, és a magyar emberek egészségét, egészség megóvását, egészség megőrzését tartottuk a munkánk során kizárólag szem előtt. A WHO-val kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy mint minden megállapodást, legyen az akár egészségügyi, vagy bármilyen más területre vonatkozó megállapodást, gondosan mérlegelünk, és a magyar érdek alapján fogunk dönteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválasz illeti meg a alelnök asszonyt is, parancsoljon. Tisztelt államtitkár úr, van egy konkrét szövegtervezet a WHO előtt, amely az általam az előző felszólalásomban ismertetett szövegrészeket is tartalmazza. Elfogadható ez önök számára? Erre szeretnék világos és egyértelmű választ kapni. Igen vagy nem? Ez teljesen egyértelmű és eldöntendő kérdés. Gyurcsány Ferenc és a baloldal nem voltak oltásellenesek, ráadásul az ő egészségügyi miniszterjelöltjük volt az, aki éppen mindenkire
kötelezővé akarta volna tenni az oltást. Tehát, hogyha önök megpróbálják a Mi Hazánk mozgalmat, mint harmadik utat jelentő ellenzéki pártot összemosni Gyurcsányékkal, ezt legalább ennél igényesebben kellene tenniük, de erre nyilván nincsen lehetőségük, mert alapvetően mást gondolunk a világról. Arra hivatkozni, hogy szakemberekre alapozták a véleményüket az oltásokkal kapcsolatban, szintén nem igaz, hiszen Ursula von der Leyen SMS-ben bonyolította le az Európai Unió számára ezt a beszerzést, tehát semmiféle tudományos vagy egészségügyi szempont nyilvánvalóan nem merült fel. Köszönöm szépen, alelnök asszony, egy perces viszont válasz, illeti meg államtitkár urat is, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, elnök úr, képviselő asszony, bocsánat. Ha ön, tisztelt képviselő asszony, ha ön azt mondja, hogy a Gyurcsány Ferenccel való együttműködés igénytelenség, akkor ebben egyetértünk. Ugyanakkor hát nem tudunk elmenni amellett a tény mellett szó nélkül, hogy de ők is oltásellenesek voltak, több polgármesterük és politikusok akarta megtiltani azt, hogy a magyar emberek az oltásokhoz hozzáférjenek, és önök is azok. Tehát ezért mondom csak azt, hogy figyeljék a Jobbikot, ez az út, a Gyurcsányi út nem a sikerreceptje. Na most abban is egyetértünk egyéb iránt, hogy ami az Európai Bizottságnál és a bizottsági elnöknél történt vakcinarendelése kapcsolatban, az vizsgálat után kiállt. Ebben nincs köztünk vita, de ez nem befolyásolja azt, hogy a szakemberek egyébként egy vakcináról mit mondanak. A beszerzés és az orvosi megítélés az két külön dolog. A harmadik pedig ugyanakkor, vagy ismételten az, hogy minden szövegtervezetet, ezt is, amit ön idehozott, mérlegelünk, és a magyar érdekek alapján a megfelelő időben dönteni fogunk. Köszönöm, hogy meghallgattam.